Bruncsák András akvareljeiből nyílt kiállítás kedden a Vojtila Barátság Központban. A megnyitónak különleges apropója is volt, hiszen ma ünnepli születésnapját Farkas P. József, az intézmény alapító igazgatója. Az ünnepségen elsőként Oskolás János, a Vojtila családjának költője mondott verset, majd dr. Kis Attila, a Bácsvíz ZRT ügyfélkapcsolati osztályvezetője, a művész régi barátja ajánlotta a jelenlévők figyelmébe az alkotásokat. Ismertette a festőművész életpályáját, kiemelve, hogy minden munkáját az erős hit és a természet szeretete hatja át. Ezután Bruncsák András tartott részletes tárlatvezetést a 16 festményből álló kiállításon. Beszélt arszpoétikájáról is, elmondta, hogy tanári pályája összefonódik a festői léttel. Valójában egy gyakorló embernek tartja magát, aki folyamatosan instruálja a gyerekeket, és még ma is sokat tanul diákjaitól. Tárlatvezetését azzal zárta, hogy egy-egy festmény létrejött kegyelem, a művész pedig csak eszköz ahhoz, hogy megszülethessen a mű. Az ünnepség végén születésnapján köszöntötték Farkas P. Józsefet, a tortából és a süteményekből természetesen jutott a Vojtila ház minden családtagjának.